Na most rendkívül meghullult, viszont nekem van itt egy cucc, ami engem nagyon érdekel. Köszönjük szépen! Das ist Gránátvető! Egy nagyon-nagyon jó barátunk lesz egyébként a későbbiekben is. Többek között azért, mert a robbanó az annyira nem, az mondjuk kisebb ellenfeleket teljes mértékben fasza, de például a hunterek ellen, a kurva nagy kígyó ellen nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon-nagyon jó dolog, oké? Szóval, most, hogy megvan ez a kulcsunk, megyünk szépen, és akkor keresünk embert. Ugyanide jöttem vissza, szóval akkor befele. Azaz. Igazából apróságokon szoktam elcsúszni, szóval nem foglalkozom vele. Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Na, a játék továbbra is azt várja el tőlünk, hogy siessünk, én meg továbbra sem fogok, jó? Tehát ez megint egy olyan dolog, amikor roppant módon letajom egyébként, hogy mennyire sürgetnek igazából. Van időm mindenre. Na most nekem most arra fele kell mennem, ugye, amerre voltam, és szerintem egy roható rossz ötlet volt egyébként most azt a zombit lelőni, ezen gondolkodom, de lehet, hogy most egy jó darab, nem fogok arra fele menni. Majd meglátjuk menet közben. Továbbra is ez az utam szabad. És most fogok lemenni a lépcsőn. Na most én belegondolom egyébként, simán megoldhattam volna ugyanúgy, mint ahogy ugye megcsináltam Krisznél is, hogy ugye lépcsőn kerülgetem őket, de nem baj, legalább egyet eltettem az útból. Az egyik csávónak az mindenképpen bejön, azzal nem kell foglalkozni, egy csávónak még itt kéne lennie. Csak volt, ó, az anyádat, de szar helyen volt-e, nem baj. Kikerültem, éppen megoldottam, nem probléma, jó? Megoldottuk. Na most nekem akkor, amire szükségem van, mert először is Das ist Serum, erre szükségem van. Amire nincsen szükségem, nézzük, csak azt mondja, hogy kipakoljuk. Ezt a kulcsot soha többé nem fogom használni. Kipakoljuk a shotgunt, kipakoljuk a gránátot, kipakoljuk. Ezt nem pakoljuk ki. De kipakoljuk, jó? Oké, ennyi. Jó? Tehát akkor megvagyunk, és akkor megyünk tovább. Legyen helyem. Igazából alapvetően ennyi a cél. Na merre jössz te pénisz, ha? Elmondanád? Léci! Oké, elég elbuklászott arra, hogy abszolút ne érjen utol. Ide azért bejövök, jó? Tehát itt használok egy lockpicket. A broken shotgun továbbra sem érdekel engem egyébként. Ellenben, ami van ott, ez a jó kis... Ez igen. Nem. Köszönöm. 4 percünk van összességében Richardot megmenteni, már pedig itt is meg kell menteni, jó? Tehát ez volna a célunk. Fegyverem az egy deka nincsen, szóval sejthetitek, hogy most itt okosan fogok játszani. Érdekes egyébként, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, hogy amikor az eredeti első részt játszottam, akkor ugyanitt Chris-szel szintén egyszer seggbe mentem végig. 100%-ig biztos vagyok benne. Nem. Megvan, köszönöm. Na. Azért raktam el azt a másik kulcsot, az ott az első, amit kaptam, mert a konyhát soha nem fogom kinyitni. Teljesen fölösleges. Amikor én bent leszek a konyhában, akkor majd a másik irányba fogok közelíteni. Nem lesz szükségem a kulcsra, sehol nem használom el. Kicsit lassú vagyok, de nem baj. Gyerünk, ez az. És továbbra is van 5 darab tőröm, meg van nekem izém. 5 darab tőröm, meg van már 2 darab ilyen bizbaszom, ugye, amit tudok használni, szóval teljesen jó. Utás. Én
És elméletben még időm is van arra, hogy itt összeszedjek mindent, szóval ezt fogom tenni. 2, 3. Gyerünk. Ha valaki annyira nem magabiztos magában, akkor ne csinálja ezt, jó? Úgy, né? Megvan, köszönöm. És... megvan, köszönöm. Jó, tehát tényleg... alapvetően az volna a célja ennek a végigjátszásnak, meg alapvetően a legtöbb végigjátszásnak, hogy megmutassam, hogy mit lehet megcsinálni. Jó, tehát nem biztos, hogy én fogom használni, de... de előfordulhat nálam is, jó? Tehát előfordulhat nálam is. Mondjuk eddig alapvetően még azt is mondhatnám, hogy technikailag no damage, mert leráztam a kutyát, és rohadtul nem sebződtem semmit az égvilágon. Idézőjelbe. Na, tehát jelenleg még mindig ott tartok, hogy ki kell jutnom, minden nővel nem foglalkozok. Utunk. És lehetségesnek tartom egyébként, hogy nekem most számolok, azt mondja, hogy azt el fogom használni, az megy oda. Elméletileg pont jó leszek. Elméletileg pont jó leszek. Ha nem, az meg ki fog derülni záros határidőn belül, szóval nem gond. Legrosszabb esetben használnunk kell majd egy gyógyítót. Ez van. És 1-2, minimum 2 hely kell majd nekem, szóval 3. Majd meglátjuk. Na. Csak éjjed túl, jó? Csak éjjed túl. Oksi. Túlélte? Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. Does it ever not hurt? Túlélte. Szóval én most akkor csinálok magamnak egy kis helyet. Úgyni köszönöm. Szintén még egyet. Ezt egyelőre itt tartom, azon egyszerű oknál fogva, hogy esetleg szükségem lenne rá, akkor csak egyet használjuk el, többet úgysem kell majd. Szóval ez van. Most itt van egy pénisz, akit én igyekszem kikerülni. Az a jó, hogy igazából csak hányni jár belé a lélek, tehát ez teljesen jó. Ez az egyetlen egy hely még, ahol fogom használni az öngyújtót, és ezzel kifújt, jó? A haverja az be fog jönni, de nem probléma. Kicsit megpörgetjük errefelé. Gyere te pénisz, gyere, minél messzebb tőlem, jó? És itt pedig teljes mértékben szándékosan bemegyek ide egy pillanatra, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Nem megyek még be, nem toltam el eléggé a szekrény. Mekkora kis béna izé vagyok. Na gyere, másik irányba. Erre gyere, te pöcskösörű. Pénisz arcú, hova mész? Ne arra menjél. Máshova menjél. Elakadt a szekrényben az idióta. Tényleg? Komolyan? Na végre, rájött, hogy lehet irányt változtatni. Köszönöm. Ez sem gond. Ez most hátulról fog elkapni, nem baj. És nem kapott el, nem kapott el, hol vagy? Azaz. Erre mondják, hogy mázli. Erre mondják, hogy bazinagy mázli. Ebben a teremben soha többé nem jövök. Soha többé, jó? Ennyi. Öngyújtót meg menet közben ki kell pakolnom. Egy darab helyem még van, egy darab hely az kell lent. Jó. Oké, és van két helyem, ez itt teljes mértékben fasza. Őt meg itt hagyjuk, mint hogyha kötelező lenne. Ja, azt mondja, hogy egy helyet felszabadítok, azt összekom, hogy teljesen fasza, pont jó leszek. Nem arra, nem arra, arra. Arra.
Na most kell nekem ugye mennem lefele, amerre a konyha volt, de igazából nem a konyhába. Az a baj, hogy tényleg, tehát felvétel során továbbra is van egy kis delay ebben az egészben, szóval annak annyira nem örülök. De ez van igazából eszköz szeretni. Ezért van az, hogy néha ilyen nagyon nagy kacskaringókat teszek. Ja. Menjél már. És még így is, én ezt megmondtam nektek 100%-ig világosan, hogy én nem vagyok jó a kitérésben. Nem is egyébként, tehát nem csinálok ilyen beijesztést, oda megyek egyéb hülyeségeket. Közben én ezt kicserélem erre. Köszönöm. Igazából egy ilyen faszaki sokkolója van Jillnek. Érdemes használni, jó? Tehát fegyvertelen lány vagyok. Azaz. Úgyni, ezzel el lesz egy darabig, jó? Visszafelé meg majd megoldjuk. Remélem nem azt hallottam, hogy bejöttek, szóval majd mindjárt kiderül. Menj már! Azaz, köszönöm. És akkor megyünk zongorálni egyet. Na, arra. Ügyesebb, mint Chris. Na, most pedig itt egyszerű dolgom van, mert ugye meg azt hiszettem, ami kell nekem. Szóval kiveszem az aranyat, betömöm a helyére ezt a bugázott rézet, aztán akkor szépen fordulunk egyet, és ugyanezt visszafelé. Tökéletes. Ajtó kinyílik. Úgy néz, hogy most fogom megszerezni azt a kulcsot, amivel majd ugye... Ja. Most fogom én megszerezni azt a... Nem ezt akartam, köszönöm szépen. Amivel majd tudok menni szépen a kélgyóhoz. Jó? Igazából amíg oldalt mentek, addig teljesen jó, tehát soha az életben nem fog elkapni titeket. Jó? Tehát, hogyha nem telibe szembe mentek vele, akkor tök kényelmes az egész. Gyerünk! Egy helyen nem használtam még ezt a kulcsot, de nem baj. Nekem most mindjárt megnézem, hogy van-e két helyem kéne. Van kettő, akkor tök jó vagyok. Van kettő, oké, rendben van. Én mekkora egy idióta barom állat vagyok? Tényleg? Három helyem is lesz, nem? Oké, jól vagyok. Közben számolgatok ezerrel egyébként, folyamatos jellegű kalkulál a fejem, hogy mi az, amit csináltam, mi az, amit most találtam ki menet közben, hogy fog ez az egész elférni, szóval, ja. Ez most így egy kicsit ilyen... Nagyon számolgatós. Úgyni. Tökéletes. Azon gondolkodom, hogy ha fölmegyek, akkor aztán használom, akkor egy az kettő darab hely fog kelleni. Nekem visszafelé jó vagyok. Tudjátok mit? Most, amíg itt vagyunk, nem. Úgyis fogok jönni erre, majd akkor később úgyis jövök majd errefele. Szóval az órával igazából továbbra is teljes mértékben tök ugyanaz egyébként a megoldás. Baloldali képen látszik ugye, hogy az egyik egy hosszabbik kard a fejbe van bökve, egy rövidebbik kard pedig a mellbe, szóval igazából semmi más nincsen, csak el kell forgatni a mutatókat. Na most a kis mutatót, a nagy kerék forgatja, a nagy mutatót, a kis kerék forgatja, szóval nagy mutatót forgatunk lefelé. Látjátok, megyünk szépen ott, igen, forgatjuk. A kis mutatót én szeretném elforgatni, úgyhogy lefele álljon. És ennyi a puzzle, jó? Tehát nem egy nagy hakni. Nem. Leave. Kész. Jó, tehát a bal oldalon látszik egyébként, hogyha megnézitek ott fönt a képet. Még leírás is van hozzá, hogyha valaki esetleg nem analfabéka, szóval nyugodtan meg lehet nézni. Nem. Azaz, köszönöm. Na most ez egyetlen egy helyet nyit.
Kígyó bácsit. Semmi mást az égvilágon, csak Kígyó bácsit. De ez mondjuk engem nem zavar. Jillnek továbbra is bazin nagy előnye van, állandó jelleggel megmentik, meg segítenek neki. De tényleg, tehát... Kív sovinizmus a javából. De tényleg. Szóval most ugye visszamegyek a kedvenc kígyómhoz. Azaz. És hogy láthatjátok, nincs nálam semmi. Tehát fegyvertelenek vagyunk, oksi? Így megyünk oda. Így megyünk oda, mert kemények vagyunk, mint a kátszéle. De bocsi, Richard, lehet beszélni? Lehet beszélni, még pluszban jól van. I'm okay. The others... Na. Azaz. Richard után nem lesz itt a házban több beris találkozás, jó? Tehát, hogyha idejöttek először, akkor cseszhetitek. Én meg ezt ne kúrjam el. Tényleg. Simán előfordul egyébként. Simán előfordul. Nem baj. Na fussunk neki. Na ki van itt? Szia, Jill vagyok. Kicsit más, mint volt. Payback time. Na akkor futás. Nem kapott utánam, tök jó, oké. Igazából sok dolgom nincsen, csak ezt föl kell kapni. Meg kell futtatnom egy kicsit, sajnálatos módon nincsen más opcióm, jó? Tehát most nagyon kell figyelnem, hogy hol vagyok. És hogy arrafele jöjjön, amerre én szeretném, jó? Tehát az oszlopok körül meg lehet futtatni. Hogyha nem nagyon szemét. Azaz, anyukádat. Szeretném, hogyha egy párszor meglövöldöznék, egyetlen egy oknál fogom, hogy meglátjátok hamarosan. Gyere, azaz, hú, de gyors vagy! Hú, de gyors vagy! Richard, lőjél már! Oké, tökéletes. Ott is van! Richardunk az mindig kurva jó fej volt. Szóval én most nagyon-nagyon gyors leszek, ezt fölkapom. Ha látnám, azaz, megvan. És egy gyors mozdulat a kifele innen. Meg is van, jó? Richard puskáját csak akkor kapjátok meg, hogyha megvárjátok, amíg megeszik, hogyha kimegyünk, akkor is meg fogják harapni. Szóval innentől kezdve tök mindegy, így is úgyis meghal. De így legalább egy fasz a puskával gazdagabbak lettünk. Ugye mennyire jobb dolog, nem? Ugye mennyire jobb? Na most a következő. Most már van itt egy ilyen pénisz. Nekem meg helyem az nincsen már, szóval erre jövünk. És nem akarom elhasználni azt az izét, szóval ja, igazából sokkal hasznosabb ez a cucc, szóval elvileg, hogyha ide tapadok, akkor nem fognak. Aha, tök jó. Tökéletes. Megvan a manzsonké. És akkor most ugye meg lehet nézegetni, egyébként én már nyilvánvalóan tudom, hogy mi a megoldás, szerintem, hogyha Kriszt néztétek, akkor ti is tudjátok, hogy mi a megoldás. Méghozzá az, hogy fogom magamat, és itt szépen, egyiket betoljuk, aztán a... Oké, még jók vagyunk. A másikat betoljuk. Aztán a harmadikat betoljuk, és a negyedik az meg betolja saját magát. Úgy is van, köszönöm. Ja, hülye vagyok, azt meg kéne nyomni a gombot, az mondjuk hasznos. Tehát nem tudom, hogy mit gondoltam, hogy fogom elindítani, de mindegy. Okés. Na most a tuti. Lehetséges, hogy ezzel kicsit gyorsabban fogok végezni egyébként, mint a Chris verzióval, majd kiderül. Alapvetően innentől kb. Ugyanazokat a dolgokat kell csinálni, szóval olyan túl nagy meglepi nincsen benne. Jó erős balost kell csapnom. Ja? De sietni, hogy én érek előbb oda. Én értem előbb oda, haha. Kicsi köcsög. Most elvileg itt mindenkit legyaktam már, szóval ezen nincsen semmi gond, ami azt jelenti, hogy itt nem fog engem senki zavarni abban, hogy itt még elhasználjam ezt a kulcsot. És nem használtam el, bocsánat. Arra meg nincsen már semmi, szóval akkor megyünk erre tovább.
még egy helyen fogunk tudni használni. Fordulunk és szépen bejövünk ide. Elvileg hagytak nekünk cuccokat, ugye az a kis felirat az azt jelenti. Tovább boldogok vagyunk. És akkor most pedig ugye gyűjtögetünk, szóval kicsit kipakolok. Erre soha többé nem lesz szükségem, szokásos káosz van nálam egyébként mindig. Ez sem fog kelleni, ez sem fog kelleni. Az kelleni fog majd ugye. Nézzük csak, számolok. Azt elviszem. Tudjátok mit? Összeszedem amit lehet, jó? Tehát igazából ki a fenét érdekel, jó lesz ez. Úgyni. Befordulok ide, szépen elpakolok, hogy legyen helyem. Jó, és akkor Grenade Launcher alá pedig ide teszem. Rendben van, az ott marad. Gondolkodom, hogy mennyi hely kell, egyszerűen nem tudom, úgyhogy mindegy, biztonság kedvéért még kirakom egyelőre ezt is, jó? Csak hogy tuti legyen a dolog. Oké, és tökéletes, na most akkor megyünk föl gyűjtögetni. Továbbra is van magnumunk, vagy lesz magnumunk, továbbra is szeretném ezt fölvenni, úgyhogy én továbbra is fogom magam, fölmegyek, és most fogok összegyűjteni mindent, ami itt van, jó? Jó. Először is ide be, itt már szerencsére nincsen senki az égvilágon, mert ugye leírtottam őket. Ki lehet kerülni mindegyiket, de én szeretem ezt a folyosót tisztán tartani, jó? Szóval igazából ő kell nekem egyszer. Köszönöm. Azután itt bejövünk, igen. Akkor most megyek ugye középre, ott van kettő darab ajtó majd, amivel foglalkozni kell. Gyerünk. Fordul. És B. Azért vettem el mindenképpen a zöld növény, mert itt úgyis van egy piros, ezt így is felszedem, akkor legalább egyszerre itt az egészet sikerül, és teljesen jó vagyok. Meg is van, töké, köszönöm szépen. Ezt most akkor így kipakolom. És akkor most pedig megyek be méhészkedni. Na most, hogyha valaki nem tudná, akkor ez a puzzle csak akkor kell, hogyha szeretnétek megszerezni a magnumot. Egyébként nem, jó? Tehát nincsen rá szükség, nem kötelező. Igazából annyiból áll a dolog, hogy felszedünk egy darab bogarat. Igen. Semmi nem történik, rendben, oké. De anyádat már, na. Felszedünk egy ilyen horgot, vagy nem tudom mit. Bár nem. Ez a baj, túl lelkes vagyok, túl sokszor nyomkodom, és ebből következően túl sokszor nézegetem a dolgokat. Ez van. Jelen állás szerint... Van még egy ilyenem, és akkor most kicseréljük a kettőt szépen. Nem egy bonyolult puzzle, jó? Tehát onnantól kezdve, hogy összeraktuk ugye ezt a sárga fiszhoz, eltéveszteni sem lehet egyébként. Gyere vissza oda. Tehát eltéveszteni sem lehet, hogy mit hova teszünk. Igazából három helyen lehet kutakodni. Csak rájövünk, hogy össze lehet kombinálni a kettőt, ugye? Ezt pedig ide tesszük, és akkor most megnyomjuk természetesen. Na, ez a kereszt fog kelleni nekem ahhoz, hogy felszedjem itt a... Aha, jön is az ümi. Ahhoz, hogy én felszedjem majd a magnumot kicsit később. Nem most rögtön, kicsit később. Oksi? Oksi. Ezt gyorsan elfutottam előre. És már itt se vagyok, jó? Tehát az ümi az békén hagy engem. Tényleg ez a legegyszerűbb módja egyébként, hogy rögtön előre futtok, fölveszitek és az analóg karral tovább mentek. Erre nem is beszéltem, mert annyira alapvetőnek tűnik egyébként, tehát a Chris végigjátszásban megcsináltam, és nem biztos, hogy mindenki azt fogja nézni, jó? Tehát hogyha alternatív irányításra állítjátok az egészet, itt semmi nincs, ha alternatív irányításra állítjátok, akkor az azt jelenti, hogy az analóg karon így lehet rögtön az iránynak megfelelően mozdulni, jó? Viszont a D-pad, tök mindegy mit csináltok vele, akkor is ez a klasszikus tankirányítás, ami egy kicsivek a fokkal, jó mindegy, azt is fölveszem mérre, igazából más már nem is viszek innen, ami egy kicsikét ugye sutábbnak tűnik, de valójában a tankirányítás pontosabb, ez az irányítás, ez pedig gyorsabb, jó? Tehát fordulásnál mindenképpen gyorsabb, hogyha az analógot használjátok, hogyha pedig pontosabbat szeretnétek, akkor pedig mindenképpen használjátok a D-padot, oké? Oké. Na szóval.
Nézzük csak, hogy mink van. A shotgun az jelenleg nem kell. Nincs rá szükségem. Nem is értem, hogy miért... Ja, aha, úgyhogy azt kint is hagyom, jó. Nem fog kelleni. Nem fog kelleni. Ezt viszem magammal, ez nem kell. Elvileg nem kell, elvileg. Lighter, szóval, azt hiszem, hogy mik vannak itt igazából. Fuel canteen, shotgun, acid shells, grenade launcher. A grenade launcher viszont kell, és... Nem, tudjátok mit? Nem, nem szórakozunk, visszük magunkkal a shotgunt, oké? Okay? Bajom nem lehet belőle, van benne 10 darab lőszer. Miért ne? Feltéve, hogyha megtalálom, hogy hol van. Shotgun, ott van. Tökéletes, köszönöm szépen. És... Szerintem, nem is tudom, hogy van ott, vagy csak a benne. Na, tudjátok mit? Itt az első alkalom arra, hogy egy kicsikét én is háttérbe vonuljak, és úgy döntök, hogy akkor fogom magamat, és szépen mentek egyet.